Negyedik. De Coup de Grovné. Ez a ti Párizsotok veszedelmesebb, mint az én vadon dzsungelem, Paul. Ezen szavakkal fejezte be Tarzan élményeinek elmondását, az apacsokkal és a rendőrséggel való összeütközést követő reggelen. Vajon miért csaltak engem oda? Talán éhesek voltak. D. Arnott rémült borzadást színlelt, de nevetett a különös feltevésen. Ugye, nehéz a dzsungelnivó fölé emelkedni és a civilizált módszerek szerint okoskodni. Civilizált módszerek, gyönyörű csúfolódott Tarzan. A dzsungelmorál nem támogatja a kéjelgő gonoszságot. Ott mi életünkért, csupasz létünkért ölünk, vagy pedig a párunk megszerzéséért, vagy a kicsinyek védelmére. Mint látod, mindig megfelelően valami nagy természeti törvény parancsának. De itt. Bezzeg, a ti civilizált emberetek brutálisabb, mint az állat. Kéjelegve öl, sőt még ennél is rosszabb, felhasznál egy nemes érzelmet, az emberi testvériség érzelmét, hogy mit sem sejtő áldozatát végzetéhez csábítsa. Hiszen egy embertársam segélykiáltásának eleget téve siettem a szobába, ahol a gyilkosok lestek rám. Nem értettem, nem tudtam sokáig utána se felfogni, hogy süllyedhet asszony olyan erkölcsi romlottságba, hogy megmentőjét így a halálba küldje. De mégis így kellett, hogy legyen. Rokov jelenléte és az a tény, hogy az asszony a rendőrök előtt engem megtagadott, lehetetlenné teszik, hogy más magyarázatot edhassak cselekedeteinek. Rokov bizonyára tudta, hogy én gyakran megyek a Rue de Mauléonát. Ott Rokov lesbe állott. Egész terve az utolsó részletéig ki volt dolgozva, még az asszony meséje is, arra az esetre, ha hiba csúsznék a programba, amint az csak ugyan megtörtént. Egész tiszta előttem a dolog. Nos hát, mondta D. Arnott, egyebek közt arra is rávezetett, amit én hiába akartam beléd vésni, hogy a Rue de Mol olyan hely, melyet sötétben jó elkerülni. Ellenkezőleg válaszolta Tarzan mosolyogva, arról győzött meg, hogy az egyedüli valamire való utca egész Párizsban. Soha se fogom elmulasztani az alkalmat, hogy áthaladjak rajta, mert ez az utca szolgáltatta nekem az első igazi mulatságot, mióta Afrikát odahagytam. Azt hiszem, többet is fog még nyújtani, mint amennyi jól esik, anélkül, hogy oda menj, mondta D. Arnott. Még nem végeztél a rendőrséggel, gondold meg. Elég jól ismerem a párizsi rendőrséget, s így biztosíthatlak, nem egy hamar fogják elfelejteni, amit rajtuk elkövettél. Előbb-utóbb bizony elfognak, édes Tarzanom, és akkor bezárják az erdei vadembert a vasrácsok mögé. Vajon kedvedre lesz az? Sose fogják ők Tarzant, a dzsungel fiát, vasrostély mögé zárni, felelte keményen. Volt valami a férfi hangjában, amint ezeket mondta, ami arra késztette D. Arnott, hogy figyelmesen nézzen barátjára. Amit látott a kemény állban, a hideg szürke szemekben, a fiatal franciát aggodalommal töltötte el ezért a nagy gyerekért, ki nem ismert törvényt, mely hatalmasabb volna, mint az ő nagy fizikai derekassága. Belátta, valamit kell tenni, hogy Tarzan és a rendőrség közt a dolog rendbe jöjjön, mielőtt még egy másik összeütközés lehetséges volna. Sokat kell még tanulnod, Tarzan mondotta komolyan. Az emberi törvényeket tisztelned kell, akár ínyedre van, akár nem. Csak baj származhatik rád és barátaidra, ha továbbra is dacolsz a rendőrséggel. Ez egyszer meg tudom nekik magyarázni a dolgot, s azt még ma megteszem, de ezután kell, hogy engedelmeskedjél a törvénynek. Ha képviselői azt mondják neked, kövessen, hát követned kell őket, ha azt mondják, menjen, hát menned kell. Most elmegyünk egy jó barátomhoz a rendőrosztályon, és elintézzük a Maule utcai ügyet. Együtt mentek egy fél órával később a rendőrtisztviselő hivatalába. Az igen szívélyes volt. Emlékezett Tarzanra abból a látogatásból kifolyólag, melyet ugyancsak ők ketten tettek nála az új lenyomatok ügyében. Midőn D. Arnott befejezte az előző éjjel lefolyt események elmondását, a rendőrtisztviselő szája körül haragos mosoly jelent meg.
Keze ügyében levő csengőgombot nyomott meg, s míg várt a megjelenendő urakra, az íróasztalán levő papírok között kutatott egy bizonyos irat után, melyre végre rátalált. Itt van, jobban mondotta, mikor az írnok belépett, hívja ide ezeket a rendőröket, rögtön jöjjenek hozzám, és az iratokat átadta az embernek. Azután pedig Tarzanhoz fordult. Nagyon súlyos sérelmet követett el, uram mondotta, nem éppen barátságtalanul, és, ha nem volna itt a mi jó barátunk, D. Arnott magyarázata, igen keményen ítélkeztem volna. Azonban én ehelyett egy szinte hallatlan dolgot fogok tenni. Ide hívatom azokat a tisztviselőket, akiket ön az éjjel bántalmazott. Ők is hallgassák meg D. Arnott hadnagy elbeszélését, s azután rájuk hagyom, vajon indítassék-e meg ön ellen az eljárás vagy sem. Sokat kell még elsajátítania önnek a civilizált módszerek közül. Olyan dolgokat, melyek ön előtt különösnek vagy feleslegesnek látszanak, önnek el kell fogadnia addig is, míg képes megítélni a motívumokat, melyek e dolgok mögött rejlenek. A rendőrök, kiket ön megtámadott, csak kötelességüket teljesítették. Nekik semmi diszkrécionális hatalmuk nem volt a dologban. Nap-nap után kockáztatják életüket a mások életének és vagyonának védelmezésében. Ugyanezt cselekedték önérté is. Nagyon bátor emberek, és mélyen sérti őket, hogy egy szál fegyvertelen ember kijátszotta és megverte őket. Könnyítse meg nekik, hogy megbocsássák önnek, amit elkövetett. Nagyon csalódnám ítéletemben, ha ön maga is nem volna nagyon bátor férfi, márpedig a bátor férfiak közismerten nagylelkűek. A további tárgyalást a négy rendőr megjelenése szakította félbe. Amint tekintetük Tarzanra esett, csodálkozás volt nagy betűkkel az ábrázatukra írva. Fiaim, mondta a hivatalnok, itt van az az úr, akit ti a múlt éjjel a Rue de Maule-ban találtatok. Önként jött jelentkezni. Szíveskedjetek D. Arnott hadnagy mondani valóit meghallgatni, aki Tarzan úr életéből el fog beszélni egyes részleteket. Ez majd megmagyarázza talán a veletek szemben a múlt éjjel tanúsított magatartását. Beszéljen, kedves hadnagy úr! D. Arnott körülbelül egy fél órát beszélt a rendőröknek. Elmondott nekik egyetmást Tarzan vad dzsungel életéből, elmondta nekik az ő vad neveltetését, melyben úgy tanult küzdeni önvédelemben, mint egy vadállat. Nyilvánvalóvá lett előttük, hogy ezt az embert inkább ösztönevezette, sem mint esze, amikor őket megtámadta. Ő nem értette meg szándékukat. Ő csak az ellenséget látta bennük, mint ahogy a dzsungelben mindenki ellensége volt. Önérzetüket bántja a dolog, fejezte be D. Arnott. Az a tény, hogy ez az ember legyőzte valamennyiüket, ez fáj önöknek a legjobban. De igazán nincs miért szégyenkezzenek. Bizonyára nem mentegetőznének vereségükért, ha egy kicsi szobába lettek volna zárva egy afrikai oroszlánnal, vagy a dzsungelbeli óriás gorillával. Márpedig önök olyan izmok ellen harcoltak, melyek újra meg újra és mindig győzelmesen mérkőztek meg a sötét földrész eme veszedelmeivel. Igazán nem szégyen vereséget szenvedni Tarzantól, a dzsungel fiától, emberfeletti erejével. És ekkor, amint a rendőrök ott álltak, majd Tarzanra, majd fellebb valójukra tekintgetve, a majom ember azt az egy dolgot cselekedte, amire szükség volt, hogy kiírtsa az ellenséges érzület utolsó maradványát, ami még keseríthette őket. Kinyújtott kézzel ment feléjük. Igazán sajnálom, hogy azt a hibát elkövettem, mondta, egyszerűen legyünk barátok. És ezzel a dolog el volt intézve, azaz csak annyiban nem, hogy Tarzan a rendőrkaszárnyában ezentúl sok beszélgetés tárgya lett, és hogy barátainak számát legalább négy derék emberrel szaporította. Hazaérkezve D. Arnott lakására, a hadnagy egy levelet talált angol barátjától, Cecil William, Clayton Lord Gristoketól. Barátságuk keletkezése óta, azaz azon szerencsétlenül járt expedíció óta, melyben Jane Portert keresték, miután őt Terkoz, a hím majom elrabolta, a két fiatalember levelezést folytatott egymással.
Két hónap múlva lesz az esküvőjük Londonban, mondta D. Arnott, amint a levél olvasását befejezte. Nem volt szükség, hogy közelebbről magyarázzák meg Tarzannak, kikről van szó. Nem felelt, de aznap azután igen csendes és elgondolkozó volt. Este az operába mentek. Tarzant még mindig elfoglalták sötét gondolatai. Keveset vagy egyáltalán nem figyelt arra, mi történik a színpadon. Ahelyett folyton, bájos látomásként egy szép amerikai lányt látott, s nem hallott egyebet, mint egy édes, bús hangot, amely tudatja vele, hogy szerelme viszonzásra talált. És most mégis mással esküszik. Felrázta magát, hogy szabaduljon gyötrő gondolataitól, és ugyanekkor magán érezte valakinek tekintetét. Azzal az ösztönnel, melyet nevelődése erősített meg benne, felnézett, és egyenesen azokba a szemekbe tekintett, melyek őt szemlélték. Ezek a szemek de Colude grófné mosolygó arcáról ragyogtak feléje. S amint Tarzan meghajlással viszonozta a köszönését, biztos volt afelől, hogy a grófné tekintetében hívás fény lett, majdnem kérő hívás. A következő felvonás közben Tarzan már a grófné páholyában volt. Már annyira kívántam látni, mondotta a grófné. Nem kevéssé bántotta az a gondolat, hogy azon szolgálatok után, miket férjemnek és nekem is tett, nem adtuk semmiféle kielégítő magyarázatát látszólagos hálátlanságunknak, hogy miért nem gátoltuk meg a két ember további garázdálkodásait. Helytelenül ítél meg, válaszolta Tarzan. Önre csak kellemes érzésekkel gondoltam, s igazán nincs szükség magyarázatra. Talán újra alkalmatlankodtak. Azt állandóan teszik, válaszolta a grófné szomorúan. Úgy érzem, el kell már mondanom valakinek, s nem ismerek senkit, aki annyira megérdemelné a kimagyarázást, mint ön. Engedje, hogy megtegyem. Talán még önnek is hasznára lesz, mert én elég jól ismerem Nikolaj Rokovot és biztosan tudom, hogy ön nem utoljára látta. Majd talál módot, hogy bosszút álljon. Az, amit el akarok mondani, segítségére lehet, hogy bosszú terveit meggátolja. Itt nem mondhatom el, de holnap 5 órakor az ön számára, Tarzan úr, otthon leszek. Örökké valóság lesz az idő holnap 5-ig, mondta Tarzan, amint jó ét kívánt neki. A színház egyik zugából Rokov és Paulvics látták Tarzant de Colude grófné páholyában, és a két férfi összemosolygott. Másnap, 4:30-kor egy hatalmas szakállas ember csengetett be a de Colude palota szolgálati bejáratánál. A lakály, ki ajtót nyitott, felhúzta szemöldökét a megismerés jeléül, mikor látta, ki csoda áll odakin. Halk beszélgetés indult meg közöttük. Eleinte az inas nem sok hajlandóságot mutatott, hogy a szakállas úrnak engedelmeskedjék, de amikor ez pénzt csúsztatott a tenyerébe, megfordult, és a látogatót kerülő úton egy kis elfüggönyözött alkóvba vezette, amely szomszédos volt azzal a szobával, ahol a grófné délutáni teáját szokta felszolgáltatni. 1/2 órával később Tarzant vezették be a szobába, s a házúrnője mosolyogva, kinyújtott kézzel jött feléje. Úgy örülök, hogy eljött, mondta. Semmi se tudott volna engem ebben megakadályozni, válaszolta a férfi. Egy kis ideig az operáról, a Párizst éppen akkor érdeklő témákról beszélgettek, majd arról az örömről, hogy megújíthatják ismerettségüket, amely olyan különös körülmények közt támadt, és ez rávitte őket arra a témára, amely mindkettőjük elméjét elfoglalta. Bizonyosan tűnődött már azon, mondta végre a grófnő, mi lehet Rokov üldözésének célja. Nagyon egyszerű dolog ez, a gróf a hadügyminisztérium igen sok és fontos titkába van beavatva, sőt gyakran olyan iratokéba is, amelyekért idegen hatalmak vagyonokat áldoznának, államtitkokat ismer, melyek megszerzéséért ügynökeik gyilkosságot, sőt annál is rosszabbat követnének el. Most is olyas valami van a kezei között, aminek megszerzésével akármelyik orosz megalapíthatná hírnevét és vagyonát. Rokov és Paulvics orosz kémek, semmitől se riadnak vissza, hogy ezt az információt megszerezzék. A hajón történt eset a kártyaügyet értem arra való volt,
hogy férjemtől ezt a titkot kizsarolhassák. Ha rá lehetett volna sütni a hamis kártyázást, egész karrierjének vége. El kellett volna hagynia a hadügyminisztériumot, a társaságból pedig kigolyózták volna. Ezt a Bardo akarták fölötte tartani. Kedvező vallomásuknak, hogy a gróf csak ellenséges összeesküvés áldozata volt, melybe akarta mocskolni becsületes nevét, a keresett iratok kiszolgáltatása lett volna az ára. Ezt ön meghiúsította. Ezután olyan tervet főztek ki, amelyben az én becsületem lett volna a csereáru. Mikor Paulvics belépett a fülkémbe, ezt meg is magyarázta nekem. Ha megszerezném nekik az információt, nem folytatnák a dolgot, ellenkező esetben, terveik szerint, Rokov, aki kinnállott, a hajótisztet értesítette volna, hogy férjem háta mögött más férfit fogadtam. Elmondta volna ezt mindenkinek a hajón, s partra szállásunkkor az egész dolgot kiszolgáltatta volna az újságoknak. Hát nem borzasztó. Csak hogy véletlenül tudtam valamit Paulvics úrról, ami őt Oroszországban akasztófára juttatta volna, ha a szentpétervári rendőrség tudomására jut. Vakmerően kihívtam, hogy csak hajtsa végre terveit, aztán odahajoltam hozzá, és egy nevet súgtam a fülébe. Mint egy őrült, úgy ragadott torkon. Megöl, ha ön közben nem lép. Állatok, mormogta Tarzan. Rosszabbak, barátom, mondta az asszony. Ördögök. Féltem önt, mert felkeltette a gyűlöletüket. Szeretném, ha állandóan távol maradna tőlük. Tegye meg a kedvemért, ígérje meg, kérem. Sose tudnám megbocsátani magamnak, ha szenvednie kellene, amiért velem jót tett. Nem félek tőlük, felelte a férfi. Végeztem én már komolyabb ellenségekkel, mint Rokov és Paulvics. Látta rajta, hogy semmit se tud a MOL utcai dolgokról, éppen azért nem is említette őket, nehogy megszomorítsa. De hát miért nem adja át a gazembereket a hatóságoknak saját biztonsága érdekében, azok hamarosan elbánnának velük. Az asszony egy percig habozott a válasszal. Annak két oka van, mondta végre. Egyik olyan, hogy a grófot is meggátolja abban, hogy följelentését megtegye. A másik okot, az igazit pedig, amiért nem merem őket kiszolgáltatni, nem közöltem még soha senkivel, azt csak Rokov meg én tudjuk. Azon töprengek, hogy vajon, egy percre elhallgatott és feszülten, hosszan nézett a férfira. Mint töpreng? Kérdezte az mosolyogva. Azon, hogy ezt a dolgot, amit még férjemnek sem mertem elmondani soha, miért akarom most önnek megvallani? Úgy érzem, ön megértene, s meg tudnám mondani, hogy cselekedek helyesen. Azt hiszem, nem fog nagyon keményen megítélni. Attól tartok, asszonyom, hogy igen gyenge tehetségű bírónak bizonyulnék, felelte Tarzan, mert bizony, még, ha gyilkosságban volna is önbűnös, akkor is azt mondanám, hogy hálás lehet az áldozat, amelyik ilyen kegyes sorsra talált. Ó Istenem, tiltakozott az asszony. Az én bűnöm nem olyan rettenetes. De előbb hadd mondom el, miért nem indítja meg a gróf ellenük az eljárást, aztán pedig, ha bátorságom el nem hagy, el fogom mondani azt, ami engem ugyanettől a lépéstől visszatart. Először is Nyikolaj Rokova bátyám. Oroszok vagyunk. Nyikolaj, amióta csak emlékszem, mindig rossz ember volt. Az orosz hadseregből, ahol már kapitányi rangban volt, elbocsátották. Egy ideig nagy botrányt okozott a dolog, de később feledésbe merült, s apámnak sikerült állást szerezni számára a rendőrségen. Sok borzasztó bűntény terheli Nyikolájt, de mindig sikerült neki a büntetés elől megmenekülni. Az utóbbi időben ezt úgy érte el, hogy áldozataira rásütötte a cár elleni árulás bűnét, és az orosz rendőrség, amely mindig nagyon is kész az ilyen természetű bűnt akárkire ráfogni, állításait elfogadta és őt futni hagyta. De hát nem szüntették-e meg a vérségi kapcsolattal járó minden jogot azok a bűnös kísérletek, amelyeket ön ellen és férje ellen elkövetett? Kérdezte Tarzan. Az a tény,
hogy ön neki édes testvére, egyáltalában nem tartotta vissza attól, hogy becsületét be nem mocskolja. Ezek után ön már igazán nem tartozik neki lojálitással, asszonyom. Ó, de itt van az a másik oké. Igaza van, nem tartozom neki testvéri hűséggel, de azért mégsem szabadulhatok tőle és attól a félelemtől sem, melyet vele szemben érzek mégpedig életem egy epizódja miatt, melyről ő tud. Hát csak elmesélem, kezdte újra egy kis szünet után, mert úgy látszik, szívem arra ösztökél, hogy előbb-utóbb mégiscsak elmondjam. Zárdában nevelkedtem, ott találkoztam egy férfival, akit úriembernek hittem. Keveset, vagyis inkább semmit se tudtam még a férfiról, s még kevesebbet a szerelemről. Ostobán fejembe vettem, hogy szeretem ezt az embert, és sürgető unszolására elszöktem vele, hogy megesküdjünk. Éppen 3 óra hosszat voltam vele és pedig nappal és nyilvános helyeken, vasúti állomáson és vonaton. Mikor megérkeztünk arra a helyre, ahol házasságkötésünknek kellett volna megtörténni, mihelyt a vonatról leszálltunk, 2 rendőr lépett utitársamhoz és letartóztatták. Engem is bekísértek, de mikor elmondtam történetemet, nem tartottak ott, hanem visszaküldtek a zárdába egy felügyelőnő kíséretében. Kisült, hogy utitársam egyáltalában nem volt úriember, hanem katona szökevény, azon kívül pedig a polgári igazságszolgáltatás szökevénye. Európa minden országában voltak róla rendőrségi jegyzőkönyvek. A dolgot a zárda vezetősége elsimította. Még szüleim se tudtak róla. Azonban Nikolaj találkozott később ezzel az emberrel, s megtudta tőle az egész esetet. Már most azzal fenyegetőzik, hogy megmondja a grófnak, ha nem teljesítem minden kívánságát. Tarzan nevetett. Ön még mindig kis leány. A történet, amit elmondott, semmiképp sem vethet árnyékot a jó hírnevére, és ha nem lenne olyan nagyon kislányos, akkor tudná is ezt. Még ma mondja el az egészet a férjének, éppen úgy, ahogyan nekem elmondta. Nagyon csodálnám, ha nem nevetné ki az ön aggodalmait. Bizonyosan mindent meg fog tenni, hogy drága látos bátyját azonnal börtönbe vigyék, hiszen oda is való. Csak merném, mondta az asszony, de félek. Korán megtanultam félni a férfiaktól. Először atyámtól, aztán Nikolajtól, majd a zárdabeli tisztelendő atyáktól. Majdnem minden barátnőm fél az urától, hogy ne félnék én is. Igazán nem való, hogy az asszonyok féljenek a férfiaktól. Mondta Tarzan, arcán a megütközés kifejezésével. Én ugyancsak a dzsungel népségét ismerem, de ott inkább az ellenkező eset van, kivéve a szerecseneket. Igazán nem tudom megérteni, miért féljenek a civilizált nők a férfiaktól, akik arra vannak teremtve, hogy megvédjék őket. Gyűlölöm még a gondolatot is, hogy tőlem egy asszony féljen. Nem is hiszem, hogy öntől egy asszony is félne, kedves barátom, mondta lágyan Olga. Nem régóta ismerem, de bár talán ostobaság az ilyesmit kimondani, azt hiszem, ön az egyetlen olyan férfi, akitől sose félnék. Pedig furcsa, hiszen ön nagyon erős. Csak bámultam, milyen könnyen bánt el Nikolajjal és Paulvicsal akkor este a fülkémben, igazán csodálatos volt. Mikor Tarzan kicsivel azután elment, Olga grófné elgondolkozott rajta, milyen melegen szorította meg búcsúzáskor a férfi kezét, és milyen makacsul követelte tőle, hogy holnap megint jöjjön el. Mikor megfordult, szemben találta magát Nikolaj Rokóval. Mióta vagy itt? Kiáltotta és messzire elhúzódott tőle. Mielőtt a szeretőd megjött, éppen akkor jöttem én is, felelte kellemetlen vigyorgással Rokov. Hallgass! Parancsolt rá az asszony. Hogy mersz a testvérednek ilyet mondani? Nos, drága Olgám, ha nem a szeretőd, hát bocsánatot kérek, de nem rajtad múlt, hogy nem az. Ha csak tized annyira ismerné az asszonyokat, mint én, ebben a percben a karjában volnál.
Nagy fajankó, mondhatom neked, Olga, hiszen minden szavad, minden mozdulatod felszólítás volt, és a csacsinak nem volt annyi esze, hogy elértse. Az asszony fülére szorította kezét. Nem akarom egy szavadat se hallani. Gonosz vagy, ha ilyesmit gondolsz. Hiába fenyegetőzöl, mégis tudod, hogy becsületes asszony vagyok. Mától fogva nem fogsz alkalmatlankodni nekem, mert mindent elmondok Raulnak. Semmit se fogsz elmondani neki. Vágott vissza Rokov. Van egy inasod, akiben feltétlenül megbízhatom. Az ő segítségével gondoskodni fogok egy csinos kis botrányról, ha majd itt lesz az ideje. Eskü alatt ontják majd a tanúvallomásokat férjed fülébe. Már az a másik eset is nagyszerűen szolgálta céljainkat, ez a mostani pedig még kézzel foghatóbb. Igazi becsületes kis affér lesz, és te, mint tiszteletreméltó hitves szerepelsz majd benne. Szégyeld magad, Olga. És a gazember durván nevetett. Így aztán a grófné nem szólt semmit az órának, s a helyzet, ahelyett, hogy javult volna, még súlyosbodott. Lelkét valami megmagyarázhatatlan félelem fogta el, s nem lehetetlen, hogy lelki ismerete is fokozta és aránytalanul megnövelte ezt a félelmet. 5. Összeesküvés, amely kudarcot vallott. Tarzan egy egész hónapon át áldozott a szép Dekorú de grófné oltárán, mint annak legbuzgóbb és legszívesebben látott híve. Ha délutáni teaidőben látogatott el hozzá, megesett néha, hogy a válogatott kistársaság más tagjaival is találkozott, de Olga legtöbbször olyan ügyesen rendezte a dolgot, hogy egy-egy órát egyedül lehessen Tarzannal. Egy időre megijesztette az, amit Rokov mondott, illetve, amivel megfenyegette. Addig csak úgy gondolt a fiatal, nagy darab emberre, mint jó barátjára, de bátyja szavainak hatása alatt törni kezdte a fejét, mi lehet az a különös erő, ami őt a szürke szemű idegenhez vonzza. Esze ágában se volt, hogy beleszeressen, s azt se kívánta, hogy a férfi szeresse őt. Olga sokkal fiatalabb volt férjénél, és így önkéntelenül olyan ember barátságára vágyott, aki korban közelebb állott hozzá. 20 évesek a 40 évesekkel nem egy könnyen bizalmasak. Tarzan viszont csak 2 évvel volt idősebb nála. A grófné úgy érezte, hogy Tarzan megérti őt. Azon kívül tiszta lelkű, becsületes, lovagias embernek ismerte, és úgy érezte, hogy megbízhatik benne. Rokov a távolból kár örömmel figyelte ezt a növekedő bizalmasságot. Amióta hallotta, hogy Tarzan tudja róla, hogy ő orosz kém, gyűlöletéhez még a leleplezéstől való félelem is hozzájárult. Most tehát már csak a megfelelő pillanatra várt, hogy mindörökre megszabadulhasson Tarzantól, s egyben bosszút is akart állani a megaláztatásokért és vereségekért, amelyeket általa szenvedett. Tarzan mostanában nyugodtabb és megelégedettebb volt, mint bármikor azóta, hogy dzsungeljének békességét feldúlta a Porter expedíció megjelenése. Élvezte Olga ismerőseinek társaságát, s a barátság, amely közte és a szép grófné közt kifejlődött, szakadatlan gyönyörűség forrása volt és balzsam sebzett szívére. D'Arnot is gyakran elkísérte a szép grófné házába, mert ő is régóta ismerte a grófot és Olgát is. Sokszor ő is felkereste az ott összegyűlt társaságot, de hivatalos elfoglaltsága legtöbbnyire egész napját betöltötte és késő éjszakáig távol tartotta otthonától. Rokov szinte állandóan kémkedett Tarzan után, azt lesve, mikor látogat egyszer éjszaka a Dekolude palotába, de ebben a tekintetben csalódnia kellett. Tarzan ugyan gyakran hazakísérte a grófnőt operai előadások után, de a kapuban mindig elvált tőle, a szerető bátyja nagy bosszúságára. Mikor bebizonyosodott, hogy Tarzant a saját cselekedetei nem juttatják csapdába, Rokov és Paulvics olyan tervet eszeltek ki, amely a majom embert okvetlenül kompromittáló helyzetbe hozza. Napokig figyelte az újságokat, valamint Tarzan és Dekolude minden lépését, míg végre egyszer fáradozásuk eredményre vezetett. Egy reggeli lap röviden megemlítette, hogy a német követ társas vacsorát ad,
s a meghívottak között de Kolude neve is szerepelt. Ha oda elmegy, akkor éjfél utánig távol marad otthonától. A bankett estéjén Paulvics a német követség feljárója mellett helyezkedett el, úgy, hogy az érkező vendégek arcát láthassa. Nem kellett soká várakoznia, mert nem sokára de Kolude szállt ki előtte autójából, és elment mellette. Minthogy most már eleget látott, Paulvics elsietett lakására, ahol Rokov már várt rá. Itt tartózkodtak 11 óráig, ekkor Paulvics leemelte a telefonkagylóját és felhívott egy számot. D. Arnott hadnagy úr lakása. Kérdezte, mikor a számot megkapta. Egy üzenetem volna Tarzen úr számára, ha szíves lenne személyesen a telefonhoz fáradni. Egy percig csend volt. Tarzen úr. Igen. Itt François, de Kolude grófné szolgálatában, talán méltóztéik is emlékezni rám. Igen. Uram, sürgős üzenetem van a grófné ő méltóságától. Kéreti Tarzen urat, siessen hozzá azonnal. Bajban van. Nem uram, ezt nem tudom. Jelenthetem ő méltóságának, hogy hamarosan ott tetszik lenni. Igen. Paulvics visszaakasztotta a kagylót, és hátrafordulva rávigyorgott Rokovra. 30 percbe beletelik, míg odaér. Ha 15 perc alatt eljutsz a német követségre, akkor de Kolude 45 perc alatt otthon lehet. Minden attól függ, hogy az a hülye ott marad-e még 15 percig, ha már rájött, hogy becsapták. De alig hiszem, hogy Olga nagyon siessen őt elengedni. Itt van a de Koludenak szóló levél. Siess! Paulvics nem vesztegette az időt, és hamarosan odaért a német követségi palotába. A kapuban a levélkét átadta egy inasnak. De Kolude gróf számára. Igen sürgős. Gondoskodjék róla kérem, hogy azonnal de Kolude gróf kezébe jusson. Ezzel egy ezüstpénzt csúsztatott az inas engedelmes markába. Aztán visszatért anyájára. Egy perccel azután de Kolude kellő mentegetőzések után felbontotta a levelet. Amit a levélben olvasott, attól elsápadt az arca és megremegett a keze. Gróf úr! Valaki az ön becsületét akarja megmenteni, ezen az úton figyelmezteti önt, hogy házi becsülete e percben veszedelemben forog. Valaki, aki hónapok óta állandó látogatója az ön házának, jelenleg a feleségénél van. Ha most, rögtön a grófné budoáriába siet, együtt találhatja őket. Barátja. 20 perccel azután, hogy Paulvics felhívta Tarzant, Rokov kért kapcsolást Olga telefonjával. A komorna jelentkezett a telefonnál, amely a grófné budoáriában volt. De ő méltósága már lefeküdt. Felelte a komorna Rokov kívánságára, hogy beszélni szeretne a grófnéval. Nagyon sürgős a dolog, és csak a grófné tudhat róla, felelte Rokov, mondja meg neki, hogy öltözzék fel, kapjon magára valamit, 5 perc múlva újra fel fogom hívni. Ezzel visszaakasztotta a kagylót. 1 perc múlva Paulvics lépett be. Megkapta a gróf az üzenetet. Kérdezte Rokov. Már útban is kell lennie hazafelé, felelte Paulvics. Jól van. Ő méltósága most már bizonyosan budoáriában ül, valószínűleg Pongyolában. 1 perc múlva a hűzsák bevezeti hozzá Tarzant, bejelentés nélkül. Néhány perc magyarázkodással telik el, Olga bizonyosan igen bájos lesz habos hálóingében, amely csak félig takarja el bájait. Meglepi majd a dolog, de haragudni nem fog. Ha csak egy csepp piros vér folyik annak az embernek az ereiben, hát a gróf csinos szerelmi jelenetre bukkanhat, mostantól számítva 15 perc múlva. Azt hiszem, kedves Alexem, ezt nagyszerűen kiterveltük. Gyere, ígyunk egyet Tarzen egészségére. Ne feledjük, hogy de Kolude Párizs egyik legjobb vívója és Franciaország legjobb céllövője. Mikor Tarzen Olga házába ért, Jacques már várta a bejáratnál. Erre uram, mondta és felvezette a széles márvány lépcsőn. A következő percben már ki is nyitotta az ajtót, és alázatosan betessékelte Tarzant egy homályosan világított szobába. Nyomban azután eltűnt.
A szoba túlsó végében Tarzan megpillantotta Olgát, amint a telefonja előtt ült és türelmetlenül verdeste annak fényezett felületét. Nem hallotta, mikor a férfi belépett. Olga szólalt meg: Tarzan, mi baj? Az asszony rémült kiáltással fordult feléje. Jean! Mit keres itt? Ki bocsátotta be? Mit jelentsen ez? Tarzan úgy állt ott, mint akit villám sújtott. Egy pillanat alatt megsejtette a valóságot. Hát nem ön küldött értem. Hogy én küldtem volna önért? Most, éjnek idején. Mondd, Jeú. Jean, hát azt hiszi, egészen megőrültem. François telefonált nekem, hogy jöjjek el rögtön, mert bajban van és látni akar. François? Ki a csoda az a François? Azt mondta, hogy az ön szolgálatában van, sőt úgy tett, mintha ezt nekem is tudnom kellene. Nincs ilyen nevű inasom, valaki megtréfálta magát, Jean. Szólt Olga és nevetett. Attól tartok, Olga, hogy ez nagyon is komoly tréfa, több, mint tréfa. Mit akar ezzel mondani? Csak nem hiszi, hogy... Hol van a gróf? Szakította félbe Tarzan. A német követnél. Akkor hát ez a maga tiszteletre méltó bátyjának egy újabb sakkúzása. Holnap a gróf mindent tudni fog. Kikérdezi a cselédeket, és minden arra mutat, amire Rokov akarja, hogy mutasson. Ó, a gazember! Kiáltotta Olga. Egész közel lépett Tarzanhoz és felnézett a szemébe. Nagy ijegység látszott rajta, a szemében olyan kifejezés volt, mint egy ijető zikéjében. Egész testében remegett, s hogy megtámassza magát, kezét Tarzan széles vállára tette. Mit tegyünk, Jean? Borzasztó. Holnap egész Párizs tudni fogja, Nikolaj majd gondoskodik róla, hogy így legyen. Arca, egész magatartása, minden a védtelen asszony ősi könyörgését fejezte ki, amint természetes védelmezőjére, a férfira feltekint. Tarzan a kezébe vette az egyik kicsi, forró kezet, amely vállán nyugodott. Szinte akaratlanul tette ezt, s ugyanilyen ösztönös volt az a mozdulat is, ahogy karját védőn a fiatalasszony válla köré fonta. Az eredmény villámszerű volt. Soha még asszonyhoz ilyen közel nem ért. Riadt bűntudattal hirtelen egymás szemébe néztek. És de Coulou de Grófné, bizony most, amikor erősnek kellett volna lennie, csak gyenge nő volt. Szorosabban simult a férfi karjába, sőt még át is fonta a nyakát. És Tarzan, a dzsungel fia. Ő bizony karjába kapta a pihegő asszonyt, és forró száját csókokkal borította. Raoul de Coulou de, mikor a levelet elolvasta, sebétében valami mentséget mondott, sose tudott később visszaemlékezni rá, hogy mit. Semmit se értett az egész dologból, mind addig, míg a háza küszöbén nem állott. Ott aztán egészen higgadt lett, óvatosan mozgott. Megmagyarázhatatlan módon Jacques már kinyitotta előtte az ajtót, mielőtt a feljáró lépcsőjére ért volna. Akkor nem tűnt fel neki ez a különös dolog, de később eszébe jutott. Neztelenül ment fel a lépcsőn meg a folyosón, egészen a felesége buduárjának az ajtajáig. Kezében vaszkóz sétabot, szívében gyilkos szándék. Olga látta meg előbb. Rémült sikoltással szakította ki magát Tarzan karjából, és a majomember még jókor fordult hátra, hogy kivédje a szörnyű csapást, amelyet de Coulou de Gróf éppen a fejére akart mérni. Egyszer, kétszer, háromszor sújtott felé a bát, és a majomember egyszerre megint primitív állattá alakult. A hím majom mély, torokhangú morgásával ugrott neki a franciának. A nagy botot kicsavarta kezéből, ketté törte, mint a gyufaszálat, és elhajította. Most már feldühödött vadállat volt, és ellenfele torkának ugrott. De Coulou de Grófné rémült szemlélője volt a rettenetes jelenetnek, amely a következő percekben lefolyt. Aztán hirtelen odaugrott Tarzanhoz, aki a férjét gyilkolta, kiszorítva belőle az életet, és rázta, ahogy a kutya rázza a patkányt.
Az asszony egészen magánkívül rángatta Tarzan hatalmas kezét. Szűz anyám! Hiszen megöli, megöli a férjemet. Tarzant süketté tette a dühje. Hirtelen a földre lökte a testet, és lábát a fekvő ember mellére helyezve, felvetette a fejét. És most de Kolude gróf palotáján végig hangzott a himmajom üvöltése, amit a győzelem pillanatában hallat. Pincétől padlásig elhatolt a rettenetes hang, eljutott a cselédekhez is, akik belesápadtak és megremegtek tőle. Az asszony pedig térdre borult a szobában férje teste mellett és imádkozott. A véres köd lassan-lassan eloszlott Tarzan szeme elől. A dolgok megint formát öltöttek, és ő ismét a civilizált ember szemével nézett. Tekintete az asszony térdelő alakjára esett. Olga suttogta. Az felpillantott rá, és azt hitte, hogy szemében az őrület lángját látja lobogni, de ahelyett szomorúságot és megbánást látott. Ó, Jean! Kiáltotta nézze, mit művelt. A férjem volt, én szerettem és maga megölte. Tarzan igen gyengéden emelte fel a gróf testét és óvatosan egy panglagra fektette. Aztán mellére tette a fülét. Egy kis konyakot, Olga mondotta. Olga elhozta a konyakot, és ketten a gróf ajkai közé szorították. Gyenge lélegzet szállt fel a fehér ajakról. A fej megmozdult, és de Kolude nyögött egyet. Nem hal meg, mondta Tarzan, hála Istennek. Miért tette ezt, Jean? Nem tudom. Ő megütött és erre én megvadultam. Így tettek a törzsembeli majmok is, így láttam. Nem mondtam még el az életem történetét, Olga. Jobb lett volna talán, ha ismeri, lehet, hogy akkor ez mind nem történik meg. Én sose láttam az apámat. És az egyetlen, akit anyámnak ismertem, egy vad nőstény majom volt. 15 éves koromig nem láttam emberi lényt, és csak 20 éves koromban láttam először fehér embert. Másfél évvel ezelőtt még mesztelen ragadozó állat voltam a dzsungel közepében. Ne ítéljen meg nagyon szigorúan. Másfél esztendő bizonyosan kevés arra, hogy előidézze valakiben azt a nagy változást, amire a fehér fajnak évezredek kellettek. Nem ítélem meg, Jean, én vagyok a hibás. De most mennie kell. Ne találja itt az uram, mikor magához tér. Isten vele. És Tarzan nagyon csüggetten és lehajtott fővel távozott a de Kolude palotából. Kinn az utcán azonban összeszedte a gondolatait, annyira, hogy elment egy rendőrállomásra, nem messze a Rue de Maulle-tól. Ott hamarosan megtalálta azon rendőrök egyikét, akikkel néhány hét előtt összetűzött. A rendőr őszintén megörült, hogy viszont láthatja azt az embert, aki olyan alaposan elbánt vele. Rövid beszélgetés után Tarzan megkérdezte, nem hallotta-e hírét Nikolaj Rokovnak és Alex Paulvicsnak. Sőt, nagyon is gyakran, uram, és, noha jelenleg nincs ellenük vád, mégis azon vagyunk, hogy megtudjuk tartózkodási helyüket és, ha rákerül a sor, könnyen megtaláljuk őket. Ezt az óvórend szabályt alkalmazzuk minden gonosztevővel szemben. De miért kérdi, uram? Ismerem őket, és szeretnék Rokov úrral beszélni, valami apróságról. Nagyon hálás lennék, ha meg tudnám mondani, hol lakik. Néhány perccel később Tarzan egy címet írt fel egy darabka papírosra, elbúcsúzott a rendőrtől, és a legközelebbi autótaxi állomásra sietett. Rokov és Paulvics visszatértek lakásukra és az est eseményeinek következményeit tárgyalták. Telefonáltak két nagy napilap szerkesztőségébe, és éppen az újságírókat várták, hogy leedhassák a riportot, amely másnap majd egész Párizst feldúlja. Súlyos lépések hallatszottak a lépcsőházban. Ejnye, ezek az újságírók ugyancsak gyorslábúak. Kiáltott fel Rokov, mikor ajtajukon kopogtattak. Szabad. Az üdvözlő mosoly odafagyott az ajkára, mikor látogatójának kemény, szürke szemébe nézett. Ördög adta fickója. Ordította, minek jött ide. Üljön le.
Mondta Tarzan olyan halkan, hogy alig értették a szavát, de olyan hangon, hogy Rokov azonnal visszasüllyedt a székébe, Paulvics pedig mozdulatlanul ülve maradt a helyén. Igen jól tudja, hogy miért jöttem. Tulajdonképpen meg kellene ölnöm, de, mert Olga de Kolude bátyja, hát egyelőre nem teszem. Alkalmat adok rá, hogy megmentsék életüket. Paulvics nem számít, ő csak ostoba eszköz a maga kezében, és őt nem ölöm meg addig, míg magát életben hagyom. Most azonban, mielőtt kettejüket itt élve elhagyom, két dolognak kell megtörténnie. Először a mai cselszövényre vonatkozólag megír egy kimerítő vallomást, és azt alá is írja. Másodszor pedig megfogadja, életvesztés terhe alatt, hogy erről az ügyről egy árva szó se kerül a lapokba. Ha ezt a két feltételt nem teljesíti, egyikük sem marad életben. Megértette. S feleletet se várva, folytatta, siessen, ott a tinta megatól. Rokov dacolni akart, meg akarta mutatni, hogy nem fél Tarzan fenyegetésétől. De nyomban ott érezte torkán a majom ember ujjait. Paulvicsot pedig, aki meg akart ugrani, félkézzel felemelte a helyéről, és eszméletlenül hajította a szoba egyik sarkába. Mikor Rokov arca már kékülni kezdett, Tarzan elengedte és visszalökte a székébe. Pár percnyi köhögés után Rokov dühösen meresztgette a szemét a vele szemben álló férfira. Paulvics is magához tért időközben, és Tarzan parancsára helyére sántikált. Most aztán írjon, mondta a majom ember, mert, ha még egyszer kezelésre kerül a sor, hát nem leszek ilyen engedékeny. Rokov felkapta a tollat és írni kezdett. Azon igyekezzék, hogy minden részlet és minden név benne legyen, intette Tarzan. Csinosan öltözött fiatalember lépett a szobába. A Matin tudósítója vagyok. Mondotta. Ha jól értettem, Rokov úrnak valami kis történetkéje van számomra. Rokov gonosz szemvillanással pillantott fel írás közben. Nincs, mormogta, nincs semmi újság egyelőre. És nem is lesz, kedves Nikolaj, soha se lesz. A tudósító nem látta a majom ember szemében a gonosz fényt. De Rokov bizony látta. És nem is lesz, ismételte Rokov sietve. Igazán rettenetes, hogy uraságodat hiába zavarták, mondotta Tarzan az újságíró felé fordulva. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok, uram. És ezzel a jól fésült fiatalembert szépen kitessékelte a szobából és becsapta mögötte az ajtót. Egy órával később Tarzan, terjedelmes kézirattal kabátja zsebében még egyszer megfordult Rokov ajtajának küszöbén. Én a maga helyében elhagynám Franciaországot, mert én előbb vagy utóbb mégiscsak találok valami ürügyet rá, hogy megöljem, anélkül, hogy a húgát kompromittálnom kéne. 6. A párbaj. Mikor Tarzan Rokov lakásáról hazatért, D. Arnott még aludt és ő nem zavarta. De másnap reggel elmondta neki, hogy mi minden történt az este, semmit se hallgatott el. Ó, mekkora szamár voltam. Fejezte be, de Kolude is, a felesége is, jó barátaim voltak, és én, hogy viszonoztam a barátságukat. Majd, hogy meg nem öltem a grófot és kevés hián csúffá tettem volna egy tisztességes asszony hírnevét. Könnyen meg lehet, hogy feldúltam egy boldog családi életet. Szereted Olgát? Kérdezte D. Arnott. Ha nem tudnám biztosan, hogy ő nem szeret, akkor nem felelhetnék erre a kérdésre, de így azt hiszem, nem követek el tiszteletlenséget vele szemben, ha megmondom, hogy nem vagyok szerelmes belé és ő se szeret olyanféle érzéssel. Egy pillanatra mind a kettőnket elfogott valami őrület, de az nem volt szerelem. El is múlt volna minden baj nélkül, éppen olyan gyorsan, ahogy jött, akkor is, ha de Kolude nem tér haza. Hiszen tudod, hogy nagyon keveset tapasztaltam még az asszonyok körül. De Kolude grófné igen szép, ez igaz, meg a tompított világosság a szobában, a csábító környezet, de főleg védtelen helyzete lehet, hogy civilizált emberre nem hatott volna mindez, de az én civilizációm még a bőrömön se hatott át, még talán a ruhámon se. Párizs nem nekem való hely.
Itt egyre másra a legbolondabb örvényekbe bukom bele. Ezek az embert csinálta korlátok nagyon nyűgösek. Nem bírom már tovább, barátom, és azt hiszem, jobb lesz, ha visszatérek az én dzsungelembe és folytatom azt az életet, amelyet Isten bizonyosan nekem szánt, ha egyszer oda helyezett. Ugyan, Jean, ne törődj olyan sokat az effélével, felelte Déjarnot. Sokkal jobban elintézted a dolgot, mint akárhány civilizált ember tette volna. Ami pedig Párizsból való távozásodat illeti, hát azt hiszem, hogy abba Raoul de Coludenak is lesz egy kis beleszólása. És Déjarnot nem csalódott. Egy héttel később éppen 10 órainál ültek Tarzan meg Déjarnot, mikor Flaubert urat jelentették. Flaubert úr fontoskodó és udvarias fiatalember volt, és mély meghajlással átadta Tarzannak de Colude gróf kihívását, azzal a kéréssel, hogy szíveskedjék Tarzan úr is megbízni valamelyik ismerősét, akivel Flaubert úr megbeszélhetné a részleteket. Tarzan minden fenntartás nélkül barátja, Déjarnot hadnagy kezére bízta az ügyet, mire is megegyeztek abban, hogy Déjarnot még aznap felkeresi Flaubert urat. Erre aztán az udvarias Flaubert úr nagy hajlongások közt eltávozott. Mikor a jó barátok magukra maradtak, Déjarnot kérdően tekintett Tarzanra. Nos. Úgy látszik, gonosz tettemet még gyilkossággal is kell tetéznem. Vagy magamat kell megöletnem, mondta Tarzan. Ugyancsak gyorsan haladok a civilizáció útján. Milyen fegyvernemet választasz? Kérdezte Déjarnot. De Coluderól azt mondják, hogy mester a kardvívásban és elsőrangú céllövő. Akkor én talán mérgezett nyilakat választhatnék vagy dárdát, 20 lépésről. Nevetett Tarzan. Legyen hát pisztoly, Paul. Meg fog ölni, Jean. Elhiszem, felelte Tarzan. De hát egyszer úgy is meg kell halni. Jobb lesz a kard. Javasolta Déjarnot. Akkor megelégszik azzal, ha megsebesít, és a halálos sebesülés veszedelme kisebb. Legyen csak pisztoly. Ismételte határozottan Tarzan. És Déjarnot hiába is próbálta lebeszélni. Így aztán megmaradtak a pisztoly mellett. Kevéssel 4 óra után Déjarnot visszatért Flaubert úrtól. Elintéztük, mondta. Minden rendben van. Holnap hajnalban. Etampestól nem messzire van egy félreeső térség. Flaubert személyes okból ezt választotta. Én nem elleneztem. Jól van. Ez volt Tarzan minden megjegyzése. Aztán nem is említette többször a dolgot. Este, mielőtt lefeküdt, megírt egy pár levelet, lepecsételte és megcímezte őket, aztán valamennyit egy borítékba tette, és arra Déjarnot címét írta rá. Majd, valami orfeumi kuplét dúdolgatva, lefeküdt. A francia a szomszéd szobában mindent hallott és káromkodott. Boldogtalan volt, mert bizonyosra vette, hogy mire a nap felkel, már csak a holt Tarzanra fog sütni. Bántotta, hogy Tarzan semmibe se veszi a dolgot. No, ez bizony nem valami civilizált időpont az emberek legyilkolására. Jegyezte meg Tarzan, mikor a kora reggeli szürkületben kizavarták kényelmes ágyából. Nagyon jól aludt. Úgy tetszett neki, hogy éppen csak az imént tette le fejét a párnára. Ezt a megjegyzést Déjarnothoz intézte, aki már teljesen felöltözve állt előtte. Déjarnot alig hunyta le szemét az éjjel. Ideges volt és éppen azért ingerült. Úgy látom, egész éjjel aludtál, mint egy csecsemő. Mondotta. A hangodról ítélve, ezt szemrehányásképp mondod nekem, pedig igazán nem tehetek róla, hogy elaludtam. Nem, Jean, nem így értettem, felelte Déjarnot, és maga is elmosolyodott. De olyan átkozott közömbösséggel veszed az egészet, hogy az kétségbe ejtő. Azt hinni az ember, hogy céllövésre készülsz, nem pedig Franciaország legjobb lövőjének a pisztolya elé. Tarzan vállat vont. Én egy nagy hibáért vezeklek, Paul. A vezekléshez lényegesen hozzátartozik, hogy ellenfelem jó lövő legyen. Csak nem azt akarod tán mondani, hogy reméled, hogy megöl. Kiáltott fel rémülten Déjarnot.
Nem mondhatnám, hogy remélem, de engedd meg, azt viszont nincs okom feltételezni, hogy nem akar megölni. Ha D. Arnold tudta volna, mi lappangott a majom ember lelkében, amióta csak sejtette, hogy de Kolude ki fogja hívni, még jobban elszörnyűködött volna. Némán szálltak be D. Arnold hatalmas autójába. Csöndben száguldottak végig a sötét úton, mely Etampesbe vezet. Mindegyik a maga gondolataival volt elfoglalva. D. Arnold gondolatai nagyon szomorúak voltak, mert igazán, őszintén megszerette Tarzant. Az a barátság, amely ezt a két férfit összefűzte, akiknek élete és neveltetése annyira különböző volt, mind jobban megerősödött együttlétük alatt, mert a férfiasság, az egyéni bátorság, becsületesség eszméje egyformán lelkesítette mindkettőjüket. Megértették egymást, és mindegyik büszke lehetett a másik barátságára. Tarzan, a dzsungelfia, beletemetkezett múltjának, a dzsungelélet érdekes eseményeinek emlékeibe. Felidézte gyermekkorának számtalan óráját, amit elhalt atya kunyhójának asztalánál töltött el törökülésben, kicsi barna testét az igéző képes könyvek fölé hajtva, amikből segítség nélkül következtette ki a nyomtatott nyelv titkait, mielőtt még emberi nyelv hangja érte volna a fülét. Kemény arcvonásait a megelégedés mosolya lágyította, amikor arra a napok napjára gondolt, amelyet Jane Porterrel kettesben tölthetett el, kedves dzsungelje kellős közepén. Visszaemlékezéseit azonban félbeszakította az autó megállása, megérkeztek. Tarzan a jelen felé fordította elméjét. Tudta, hogy halál vár rá, de nem félt a haláltól. Az ős vadon lakóinak a halál nagyon köznapi dolog, a természet legelső törvénye késztette ugyan őket, hogy szívósan ragaszkodjanak életükhöz, hogy keményen megvívjanak érte, de nem tanítja meg őket a halálfélelemre. D. Arnold és Tarzan elsőként érkeztek. Egy kis idő múlva jöttek csak de Kolude gróf és Flaubert úr egy harmadik úri emberrel, akit Tarzannak és D. Arnoldnak, mint orvost mutattak be. D. Arnold és Flaubert egy kis ideig suttogva tanakodtak, mi alatt de Kolude és Tarzan a térnek két ellenkező végén állott. A párbaj szegédek most odaintették őket, és előttük megvizsgálták a két pisztolyt. A két férfi, akinek rövidesen szembe kellett egymással szállnia, némán hallgatta, amint Flaubert úr előadta a feltételeket. Egymásnak háttal kell majd felállni, és Flaubert egy jelére ellentétes irányban elindulni, pisztolyukat oldalt a földnek szegezve. 10 lépés után D. Arnold majd megadja a dzselt, arra megfordulnak és tetszés szerinti számú lövést adnak le mindaddig, amíg egyikük el nem esik, vagy amíg töltésük el nem fogy. Mi alatt Flaubert úr beszélt, Tarzan cigarettát vett ki a tálcájából és rágyújtott. De Kolude is higgadt volt, hiszen ő Franciaország legjobb lövője. Flaubert csak hamar intett D. Arnoldnak, hogy a segédek párt feleiket állásba helyezzék. Készen vannak, uraim? Kérdezte Flaubert. Készen, válaszolta de Kolude. Tarzan csak bólintott. Erre Flaubert megadta a dzselt, és D. Arnoldval együtt visszalépett, mi alatt a két ellenfél lassú léptekkel távolodott egymástól. 6. 7. 8. Könny gyűlt D. Arnold szemébe. Nagyon szerette Tarzant. 9. Még egy lépés és a szegény hadnagy is megadta a dzselt. Úgy hangzott a fülébe, mintha legjobb barátjának lélek harangja szólna. A 10 lépés után de Kolude hirtelen megfordult és lőtt. Tarzan kissé megrázkódott, pisztolya meg sem moccant az oldalán. De Kolude habozott, mintha azt várná, hogy ellenfele a földre bukik. A francia, mint igazi jó lövő, tudta, hogy talált, de Tarzan nem mozdult, nem is emelte fel a pisztolyát. De Kolude újra lőtt, de a majomember magatartása csak nem változott. A legteljesebb közömbösség nyilvánult meg óriási termetének minden vonalában, úgy, hogy Franciaország legjobb lövője egészen kijött a sodrából. Tarzan a második lövés után megserándult, pedig de Kolude tudta, hogy újra talált. Hirtelenül felvillant benne e viselkedés magyarázata.
Ellenfele, úgy látszik, nyugodtan vállalja a szörnyű véletlent, abban a reményben, hogy de Korude három lövésétől nem sebesül meg komolyan, s akkor majd lesz ideje őt nyugodtan célba venni és teljes higgadtsággal lelőni. A francia hátán borzongás futott végig. Ödöngös dolog. Miféle teremtés az, aki nyugodtan meg tud állni két golyóval a testében, hogy bevárja még a harmadikat is. A gróf idegei felmondták a szolgálatot, eltévesztette a célt. Tarzan még ekkor se emelte fel a pisztolyát. Egy percig merőn nézett egymás szemébe a két párbajozó. Tarzan arcára szomorú csalódás kifejezése ült, de Korudeén pedig, hirtelen fokozódó rémület és félelem tükröződött. Nem bírta tovább. A szűz Máriáját lőjön már. Ordította. De Tarzan csak nem emelte fel a pisztolyt, hanem de Korude felé indult, és mikor D'Arnaud és Flaubert, szándékát félre magyarázva, közéjük akartak rohanni, bal kezével visszaintette őket. Ne féljenek, nem fogom bántani. Nagyon különös viselkedés volt ez, de azért megálltak. Tarzan egészen közel lépett, de Korudehoz. Úgy látszik, valami baja történt a pisztolyának, mondotta, vagy talán ideges, gróf úr. Fogja az én pisztolyomat és próbálja meg újra. Ezzel felajánlotta pisztolyát de Korudenak. Mandjú. Uram. Kiáltott fel az megőrültön. Nem, barátom, válaszolta a majom ember, de megérdemlem, hogy meghalljak. Ez az egyedüli módja, hogy jóvá tehessem azt a méltatlanságot, amelyet egy becsületes asszonyon elkövettem. Fogja a pisztolyomat, és tegye meg, amit mondtam. Hisz ez gyilkosság volna, felelte de Korude. De hát mit követett el a feleségem ellen, hiszen megesküdött nekem, hogy... Nem úgy értem, mondta gyorsan Tarzan. Ön tanúja volt mindannak, ami rossz köztünk végbe ment, de már ennyi is elég arra, hogy árnyékot vessen a nevére, és tönkre tegye egy olyan embernek a boldogságát, aki ellen nincs bennem semmiféle ellenséges érzés. Csak én voltam a hibás, és azt reméltem, hogy a hibámért ma meghalok. Csalódtam, mert bizony gróf úr nem bizonyult olyan kitűnő céllövőnek, mint ahogy velem elhitették. Tán azt mondja, hogy egyedül ön a bűnös. Kérdezte de Korude mohón. Csak én, uram, felesége a legtisztább lelkű asszony a világon, ő csak önt szereti, az urát. Amit ön látott, kizárólag az én hibámból történt, viszont az, hogy én oda kerültem a házukba, abban sem a grófné nem hibás, se én. Ez az írás itt bizonyság róla. Tarzan előszedte a zsebéből azt a nyilatkozatot, amit Rokov írt és aláírásával megerősített. De Korude elvette és elolvasta. D'Arnaud és Flaubert közelebb húzódtak hozzá. Egyikük se szólt, de Korude végigolvasta az írást, aztán Tarzanra pillantott. Ön igazán bátor és lóvagias úriember, mondotta, hála Istennek, hogy nem öltem meg. De Korude impulzív ember volt, mint a legtöbb francia. Megölelte Tarzant és megcsókolta. Flaubert D'Arnaudt ölelte meg, csak a doktort nem ölelte meg senki. Lehet, hogy e feletti bosszúságában lépett közbe és követelte, hogy végre már hadd kötesz be Tarzan sebeit. Egy lövés legalábbis érte az urat, mondotta, de lehet, hogy három is. Csak kettő igazította helyre Tarzan az orvost, egyik a bal vállamon, a másik a bal oldalamon. Azt hiszem, mind a kettő csak izomsebb. Az orvos azonban nem tágított, lefektette őt a gyepre, és addig babrált, amíg rendbe hozta a sebeket és megszüntette a vérzést. D'Arnaud autójában együtt hajtattak be Párizsba valamennyien, mint a legjobb barátok. De Korude annyira megkönnyebbült, hogy ilyen kettős bizonyságát látta felesége ártatlanságának, hogy megszűnt minden haragja Tarzannal szemben. Tarzan ugyan egy kicsit többet vállalt a bűnből, mint amennyi igazában megillette, és valamennyire hazudott is, de hát ezt gavallérságból tette, egy szép asszony szolgálatában.
Néhány napra ágynak dőlt a majomember, mert az orvos és Déjarnot a lelkére kötötték, bár ő maga nevetséges apróságnak tartotta az egészet. Igazán furcsa dolog, mondta Déjarnotnak, ágyban feküdni egy tűszórás miatt. Mikor kicsi fiú koromban a gorilla király csak nem széttépett, bezzeg nem volt puha ágyam, ahová fekhessek, nem bizony, csak a dzsungel nedves, rothadó növényzete, amelyen egy barátságos bokor mögé rejtőzve feküdtem napokig és hetekig, és csak Kelő ápolt, a szegény hűséges Kelő, aki elhessegette sebeimről a rovarokat és elzavarta a ragadozókat. Ha vízért kiáltottam, hozott nekem a szájában, más módot nem tudott. S bizony nem volt semmi, amivel bekötözték volna sebeimet, és nem volt antiszeptikus kötés, a mi kedves doktorunk elhűlt volna a rémülettől. És én mégiscsak felgyógyultam. Felgyógyultam, hogy most ágyba feküdjek egy kis karcolás miatt. De az idő hamar telt, és Tarzan talpon volt megint. De Kolude gyakran meglátogatta, és mikor látta, mennyire szeretne Tarzan valami alkalmazást, megígérte neki, hogy majd elhelyezi. Első nap, amikor Tarzan már kimehetett, de Kolude meghívta magához. Melegséggel fogadta, gratulálta felépüléséhez. Egyetlen szóval sem említette a ma reggel óta a párbajt vagy annak okát. Azt hiszem, Tarzan úr, mondotta a gróf, éppen magának való dologra akadtam. Nagy megbízhatóságot követelő, felelősségteljes alkalmazás, amelyhez nagy fizikai bátorság és éles szem is kell. Alig képzelhetek alkalmasabb embert erre a megbízatásra, mint önt, kedves Tarzan uram. Utazgatnia kell majd, és később sokkal előkelőbb állásba kerül talán a diplomáciai szolgálatban. Eleinte, de csak rövid időre a hadügyminisztérium speciális ügynöke lesz. Jöjjön csak, mindjárt bemutatom jövendőbeli főnökének, ő majd jobban megmagyarázhatja kötelességeit, mint én, s akkor inkább módjában lesz megítélni, vajon elfogadja-e a megbízást vagy sem. De Kolude maga kísérte el Tarzan Trothére tábornok hivatalába, azon osztály vezetőjéhez, amelybe Tarzan kerülne, ha vállalja az állást. Miután odaértek, a gróf élénk színekkel ecsetelte a majomember sokoldalú tehetségeit, aztán magukra hagyta őket. Fél órával később Tarzan a hivatalból az első kinevezéssel a zsebében távozott. Másnap újra el kellett jönnie, további utasításokért. Másnap jelezte Rothére tábornok, hogy Tarzan készüljön el, úgy, hogy Párizsból esetleg még aznap indulhasson, meg nem határozható, hosszú időre. Tarzan a legrózsásabb jókedvben sietett haza, hogy elújságolhassa Déjarnotnak a jó hírt. Végre mégiscsak hasznát veszik valahol. Pénzt fog keresni, s ami a legnagyszerűbb, utazni fog, világot látni. Alig hogy berohant Déjarnot nappaliába, kiöntötte előtte a nagy újságot, de Déjarnot nem volt annyira elragadtatva tőle. És te még örülsz, hogy elhagyhatod Párizst, hogy olyan sokáig, talán hónapokig nem láthatjuk egymást. Hálátlan kutya vagy. Déjarnot nevetett. Nem, Paul, nem vagyok hálátlan, csak olyan vagyok, mint a gyerek, új játékszerem van és érdekel. Így történt, hogy Tarzan másnap elutazott Párizsból Marseille felé, onnan pedig Oramba.